A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket az új évben, az Együtt magazint látják. A mai adásban beszélgetünk arról, hogy mit is ígérnek a csillagok 2024-re, illetve az újévi fogadalmakról is ejtünk pár szót. Tartsanak velünk! 2024-et írunk, átléptünk az új esztendőbe. Sokan ilyenkor nagyon kíváncsiak arra, hogy mit is remélhetnek ettől az új évtől. Ezekre keresünk most a választ, és egy kicsit visszatekintünk az új évre. Vendégem a stúdióban Takács Göngyi, asztrológus. Köszöntelek. Köszöntelek én is, és a kedves nézőket is szeretettel. Akkor tekintsünk egy kicsit vissza a mögöttünk álló évre, hogy mi az, amit tanulhattunk attól az évtől. Tehát 2023 a Mars éve volt, ugye minden évnek megvan a meghatározó bolygója, ami energetikailag, hát úgymond rányomja a bélyegét arra az időszakra. Nem is kell túl sokat erről talán mondanunk, hogyha belegondolunk, hogy a Mars, a harc, hát sajnos a háború, a dinamika, a belső erőforrásainknak a bolygója. Hogy miről szólt? Igazából arról, hogy fel kellett tudnunk ismerni azt, hogy egyetlen egy csatát nyerhetünk meg, az pedig az önlegyőzés. Tehát biztos, hogy mindenki észlelte, akár a saját életében, akár a környezetében, hogy a kapcsolatok nagyon-nagyon átalakultak. Ez is pontosan ezért volt, mert ahogy mi átalakultunk, ahogy tisztultunk, ahogy ez az önlegyőzés, gyakorlatilag nyírbáltuk az egónkat, hát remélhetőleg elég jól lefele, úgy alakultak a kapcsolataink, tehát úgy tisztultak ki a körülöttünk lévő emberi kapcsolatoknak a minősége. Igazából a kapaszkodók egyre inkább múltak el, hogy így mondjam, a körülöttünk lévő világunkban, hogy befele kezdjük el ezt megtalálni. Nagyon jellemző volt 2023-ra, hogy egy olyan fajta stabilitást és belső biztonságra találjunk, ami nem véletlenül azért van belül, mert minden más illúzió, amit kívül kerestünk. És ennek az erőnek a megtalálása tulajdonképpen a hit, és az a cselekvő erő, ami a Mars magasabb szintű energiájából tudott hozzánk érkezni, a szeretet valódi alapja. Mert hogy mi más lenne, ugye, hogyha csak beszélünk róla, ha csak álmodozunk, ha csak siránkozunk, vagy bármi más teszünk, ami nem cselekvés, ami nem egy letisztult energia, az igazából már nem visz minket sehova. Tehát, hogy a 2023 az mindenképpen ennek a dinamikának a megtalálásáról szólt, és hát nagyon szépen gurulunk, hogy így mondjam, 2024-ben teljesen más energiába. Igen, akkor mi az, amit majd várhatunk 2024-től? Az mit fog ígérni? Mert ugye azt mondtam most, hogy inkább önmagunknak a megtalálása volt 2023, 2024, akkor ebből a szempontból, hogy igen, mi várható? Hát képzeld el, hogy egy teljesen új ciklust kezd maga az emberiség is. 2024 a nap éve lesz. Ez egy dolog, mert hogy ez ismétlődik, de mindig egyre magasabb minőségben kell, hogy ismétlődjön. A nap ugye a vitalitás, a feltétel nélküli szeretet, a ránk sugárzó fény, hát az öntudatra ébredés éve lesz 2024, az önfejlesztés éve, hogyha én nagyon tömören és röviden kéne megfogalmaznom, ami hát mindenképpen ugye a központi bolygónk a nap, ami körül keringünk, hogyha ez egy olyan ütemben és egy olyan letisztult energiában tud történni, amit 2023-ban már megoldottunk magunkból, akkor ezzel nem is lesz semmilyen problémánk. Kifejezetten jó irányt vesz, egy szerencsés és sikeres időszak kezdetét jelentheti, mert nagyon nyitottnak kell lennünk egy csomó mindenre. A tudatunkat kell kinyitnunk, hát ez pontosan a nap, a fény felé fordulást jelenti. De hát ugye ez nem csak erről szól,
Január 2-án a Merkur elindul égi útján, mert hogy egy retrográd időszakot hagy maga után. Na most ez már egy nagyon pozitív és egy lendületet ad már mindjárt az év elején. Majd hát a Plutó jegyváltása január 26-án, ami a vízöntő energiát hozza be. Hát erről azért nagyon sokat hallottunk, hogy a vízöntőkor kezdetén vagyunk, és ez így is van. És ez mit jelent majd, hogy a vízöntő beátlépünk? Hát a vízöntő kor kezdete, ugye ez a plútós energia, ami mindent felkavar ebben a jegyben. Hát a mesterséges intelligenciát, ha így most kiejtem a számon, ugye ez már sejtetett egy csomó dolgot, aminek már a kezdetén vagyunk. Nagyon sok technikai felfedezés, újítás, ugyanúgy a gyógyítás területén, a szellemi szférában, viszont nagyon ébernek kell lennünk, hogy ezek minket nem meghaladjanak, és ne leuraljanak majd a későbbiekben, hanem hogy az emberi tudat egy olyan szintre tudjon ugorni, hogy ezt mi tudjuk úgy használni, hogy igazából ez az előnyünket és a fejlődésünket szolgálja, tehát ne ellenünk forduljon. Na ez is egy nagyon fontos időszak lesz, ugye 2024-et tekintve, de hogy mit jelent ez a plútós, vízöntős energia jegyben, ez mindenképpen tulajdonképpen magát az újjászületést, egyfajta főnix madár jelképet hoz be az életünkbe. Az újjászületést úgy értem, hogy olyan sok mindent kellett letennünk, olyan sok terhet kellett, nagyon sok embernek elengedni az életében, akár energetikában, akár szó szerint eseményekben, helyzetekben, hogy ez az újjászületés most létre tud jönni azoknál az embereknél. És az önfejlesztést nem véletlenül mondtam. Nem lehet tovább menni, tovább haladni és kivitelezni, úgymond a következő éveinket, hogyha nem foglalkozunk az önismerettel. Tehát ez elképzelhetetlen, az a fajta tudatos megélés, amit ez a magasabb szintű szellemiség a vízöntőből hoz nekünk. Tehát mindenképpen egy olyan tudást kell, hogy megszerezzünk, ami a tudás hatalom. És nem a pozíció lesz a hatalom, és nem az anyagiak lesz a hatalom, mint meghatározó, nem a pénz lesz, mint meghatározó, képzeld el, hanem a tudás. Egyébként még lesznek-e ilyen meghatározó korszakok a 2024-ben, időszakok, vagy így mondjam inkább? Lesznek bizony, mert hogy a Szaturnusz ugye bent van a halak jegyében, és ez még ezt az évet bőven, meg még a következő évet is viszi tovább. Ez pedig a feltétel nélküli szeretetünket tanítja meg nekünk. Lesznek olyan sorsfordító események, ezek úgy nevezett ilyen, hát ilyen isteni időzítések, ami elkerülhetetlen. És itt jön be az, hogy ez kinél pozitív, kinél negatív értelemben jelenik meg. Ez attól függ majd, hogy ki hogyan éli meg, illetve mi az, vagy mégis mitől fog ez függni? Pontosan. Na most, hogyha a hitünk a helyén van, akkor elhisszük, hogy ez a Legyen meg a te akaratod című fejezet, ez az életünkbe csak jót hozhat. Tehát nem csak akkor szeretjük az Istent, ha minden jó és rendben van, hanem általánosságban ez a fajta magasabb szellemiség, mint hit, meg kell úgy jelenni az életünkben, hogy felfogjuk azt, hogy minden értünk van. Tehát nem kell már se pozitív, se negatív előjellel gondolnunk a velünk történő eseményekre, hanem egy tanításra kell gondolnunk, és arra kell gondolnunk, hogy mi minden értünk van, és minket fejleszt, és ha valamit elvesz tőlünk, az is azt jelenti, hogy már nem volt szükségünk arra az eseményre, arra a munkára, arra az emberi kapcsolatra, akármit mondhatunk, vagy esetleg, hogyha egészségünkben történik valami változás, az is azt mutatja, hogy miben kell változtatnom, milyen tudatmódosítást, tudatszintet kell megugranom ahhoz, hogy az egészséget választam, és ne ezt a megbetegített helyzetet. Tehát arra kell ránéznünk, és azt kell tudnunk fülön csípni magunkba, hogy mik voltak még mindig azok a régi sémák, régi minták, amik ide hoztak minket, ami éppen elcsúszott az életünkben. Tehát azt kell mondanom erre, hogy ez az isteni időzítés egy ilyen utolsó és legutolsó lehetőség lesz ebben az évben. Ugyanis tényleg elindulunk egy szintugrás, egy rezgésszint emelkedés felé, ami már nem kivitelezhető negatív, lehúzó érzésekkel és a múltban ragadással. Tehát igazából ez a válaszom erre. 2023-ban ugye mondtad, hogy történt a háború, különféle ilyen tragikusnak mondható események. 2024-re lesz jellemző majd ilyen
várhatóak-e ilyen események? Mivel a napéve lesz, és nyilván ez nem ezért van, csak pont egy ilyen egybeesés, nagyon sok ilyen napkitörés, ami jelen pillanatban is van egyébként, várható. Ezek a napkitörések az egész földre, így ránk, a földlakókra is fizikálisan is hatással lesznek. Szó szerint érezni fogunk egy csomó olyan dolgot magunkon, ami ennek a hatása, mert hogy az egész földnek a rezgés szintje, az átalakulása olyan mértékben zajlik jelen pillanatban is, amik átrendeződést hoznak. És hát igen, sajnos ezek az események, amik elindultak 2023-ban, még vannak és folytatódnak, sajnos ez nem egy ilyen happy történet, hogy egy pillanat alatt minden megoldódik, viszont a letisztulás az zajlik, folyamatban van, és eldől, hogy utána lévő évekre hogyan vihető át, és kik lesznek azok, akik ezt tudják majd emelni. Tehát minél többen vagyunk, akik azt választjuk, hogy a szeretet alapú energiák határozzák meg az életünket, és a kapcsolatainkat is egy ilyen tiszta szándékú energia kell, hogy meghatározza. Na ez még nagyon jellemző lesz 2024-ben, hogy minden más egyre inkább úgy bomlik majd le rólunk, és tulajdonképpen ez tud majd elvezetni egy olyan időszakhoz, ahol a belső csatákat megvívtuk, tehát kívülről már nem lesz szükség, hogy megjelenjen a harc, mert a tudat szintünk határozza meg a világunkat. Akkor még annyit árulj majd el nekem, hogy hogyan kell jól megélni 2024-et. Mi tehetünk, hogy a legjobb évünk legyen, vagy igyekezzünk új megteremteni? Jaj, de jó kérdés ez. Hát ugyanúgy, mint akármelyik másik évet, de nyilvánvalóan, mivel említettem, hogy itt ez az öntudatra ébredés éve azoknál, akiknél még ez a folyamat zajlik, vagy még nem történt meg, mindenképpen a magunkba nézéssel, illetve olyan önfejlesztő módszereknek a megtalálásával, amiben hiszünk. Tehát ugye erre nincsen egy sablon, hogy ez mindenki ugyanaz lenne. Egy olyan fajta megközelítéssel, ahol a tudatosság az nagyon meghatározó. Tehát tudatosnak kell lennünk arra, hogy ami most történt velünk, egy bármilyen olyan esemény, ami esetleg számunkra szomorú, abban is meg kell tudnunk találni azt a fajta tanítást, azt a fajta elfogadást, ami a szeretet felé visz minket. Na most ez a jó megközelítés, hogy mindennek oka van, és minden, amiben most vagyunk, az már egy következmény. És akik most megéljük-e 2024-et itt a Földön, és itt maradunk, és azt szeretnénk, hogy ez egy valami, hát szó szerint egy ilyen emberibb hozzáállást, egy emberibb, egy humán megélést hozzon a vízöntő energiájával, ez az egyetlen út, a szeretet útja. Akkor reméljük, hogy ez minél többünknek majd sikerülni fog. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és itt voltál. Nagyon szívesen, és én is örülök, hogy itt lettem. Köszönöm. Az új év mindig magában rejti a változás lehetőségét, sokan tesznek ilyenkor újévi fogadalmakat, azonban a tapasztalatok ezt mutatják, hogy nem mindig sikerül ezeket betartani. Arra keresjük a választ, hogy miért is van ez így. Most Fischer Imre, kineziológus, a vendégem itt a stúdióban. Köszöntelek. Köszönöm a meghívást. Akkor kezdjük azzal, hogy ugye miért is fordulhat az elő, hogy teszünk új évkor fogadalmat, és nem mindig sikerül ezt bizony betartani. Kezdjük egy kicsit messzebbről. Az a tapasztalat, hogy a felnőtt populációnak nagyjából körülbelül az 50%-a az, aki megpróbál valamiféle fogadalmat tenni új évkor. Hogy miért pont új évkor? Talán ennek az is az oka, hogy abban az időszakban azért egy kicsit felszabadultabbak vagyunk, egy kicsit sok esetben áttérünk egy módosult tudatállapotba is, és azt gondoljuk, hogy az új év az új tervek szerint fog majd minket működtetni, vagy segíteni minket. Azt gondolom igazából, hogy valójában nem feltétlen csak az új év kezdetéhez kellene kötni ezeket a fogadalmakat, hanem egyáltalán abban az időszakban, amikor felismerjük, igen. Akkor kezdjük előről, igen. Amit mondtál, hogy akkor miért nem sikerül ezeket betartani. Jó. Sokan tesznek ugye ilyenkor új évkor fogadalmakat, miért is nem sikerül mégis ezeket betartani? Tehát kezdjük egy kicsit messzebbről.
A felnőtt populációnak nagyjából az 50%-a szokott új évben fogadalmakat tenni. Ebből az 50%-ból körülbelül 90%-be sem tudja tartani ezeket. Majd mindjárt rátérünk arra, hogy szerintem vagy szerintünk ez miért nem sikerül. De azt is el szeretném mondani, hogy nem feltétlenül csak az új évhez kellene kötni ezeket a fogadalmakat, illetve a változáshoz való igénynek a megfogalmazását, hanem bármikor, amikor felmerül bennünk az igény, hogy bizonyos dolgokban változtatni kell. De a változtatás, és akkor majd mindjárt rátérünk az újévi fogadalmakra, a változtatás azért nem egyszerű dolog, mert ez egy több lépcsős feladat saját belső munkánkban. Az egyik az, hogy fel kell ismerni a problémát, vagy azt az élethelyzetet, amin változtatni szeretnék. A másik, hogy el kell fogadni méltatlankodás nélkül, hogy ez van, hiszen ezt én teremtettem magamnak. És azért méltatlankodás nélkül, mert a vonzás törvény értelmében a méltatlankodás, ez a méltatlankodás tárgyát fogja erősíteni. A harmadik pedig, hogy akarom-e igazából a változást, és megvannak-e hozzá az eszközeim. Na most, hogy akarom, az odáig el szokott nagyjából sok ember jutni, de hogy el is kezdem-e. Na ott vannak az elakadások. És akkor nézzük, hogyha most konkrétan az újévi fogadalmak kapcsán, ugye nagyon sok emberben nagyon sok minden megfogalmazódik. Ebben az lehet a probléma, hogy túl sok a saját magunkkal szembeni elvárás. Ráadásul ezt adott esetben még egy nem teljesen átgondolt időszakban, nem teljesen átgondolt program szerint szeretném megvalósítani. És a harmadik az is lehet, hogy még türelmetlen is vagyok a megvalósításban. Tehát ugye mondtad ezt a vonzás törvényét, tehát ilyenkor azért új évkor mégiscsak gondolunk arra, hogy mi ezt szeretnénk. Azonban mégsem valósul ez meg. Igen, akkor ehhez meg megint van három lépcsőfok, amit figyelembe kell venni. Az egyik az, hogy ugye megint mondok egy nagyjából elcsépeltnek tűnő mondatot, hogy minden fejben dől el. Tehát először is fejben kezdődnek a gondolatok. A másik, hogy hozzá kell tenni az érzelmeket, hogy ezekhez a változási igényekhez milyen érzelmek kapcsolódnak. A harmadik pedig, hogy hiszek-e ebben, vagy hiszek-e magamban, hogy ezeket meg tudom valósítani. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak. És igen, vannak vágyaink, csak azt is meg kell tudnunk fogalmazni, hogy ezek valósak-e és reálisak-e. Tehát irreális vágyakat ne próbáljunk meg megfogalmazni magunknak, mert akkor annak vagy nagyon nehéz lesz a megvalósítása, vagy elfáradunk közben, és megállunk félúton. Egyébként azt tapasztaljuk, hogy akik el is kezdik ezeket a változási folyamatokat, nagyjából egy pár hónap múlva lemorzsolódnak nagyon sokan, mert türelmetlenül nem tudják folytatni ezt a tevékenységet. Azt szoktuk ajánlani, hogy ha valakinek van ilyen igénye, akkor csináljon egy listát. Tehát ne csak szóban fogalmazza meg, ugye a szó elszáll, az írás megmarad. Amit leírunk, annak erősebb a nyomatéka, mint ha csak megfogalmazzuk. És amiket leírtunk, mert lehet több vágyunk is, amiben szeretnénk változtatni, abból keressük meg a prioritást. És annak a prioritásnak a mentén dolgozzunk, és ez lehet, hogy elég csak egy dolog. Amit én szoktam mondani, vagy ami fontos ugye az évtizedek tapasztalása alapján, hogy a legfontosabb szerintem az egészség. Tehát az egészséggel kapcsolatos dolgok, a dohányzás, az evés, és akkor sorolhatnám tovább azokat a dolgokat, amik károsítják az egészségünket, ami egyébként fiatal korunkban nem annyira érték, mint amennyire értékké válik idősebb korban, csak akkor már nehezebb egy kicsit tenni érte, mint mondjuk preventív módon megelőzni azokat, amikben
beleestünk. Ami viszont még jó lehet, hogyha ezekhez a változásokhoz van egy segítő közösség, mondjuk barátok, akik nem fognak kinevetni azért, vagy nem fognak visszahúzni a régi sémákba. Vagy a családon belül feleség, férj, akik szintén támogató módon tudnak részt venni ebben a programban. Adott esetben ők is részt vesznek a programban. Ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ennek a programnak sikere legyen. És hogyha túl vagyunk ennek a programnak a sikerén, akkor jöhet a következő megfogalmazás, léphetünk tovább, mert ennek lesz egy olyan pozitív hozadéka, ami egy örömforrás és egy siker élményt ad, és folytathatjuk a megfogalmazott, a listánk alapján megfogalmazott változásoknak a programját. Akkor mondhatjuk azt, hogy sikeres legyen az újévi fogadalmunk, hogy akkor inkább évközben is dolgozunk ezen, hogy mégis megvalósítsuk. Mindenféleképpen, igen. Tehát a felismerés azért nem csak új évkor, vagy az új év kezdetén történik meg, hanem korábban. Tehát el kellene kerülni azt az időszakot, hogy holnap lesz egy éve, hogy holnap el akartam kezdeni futni. Például, ugye, tehát ismerjük ezeket a megfogalmazásokat. Igen, tehát bármikor, amikor felmerül bennem az, hogy valami elakadásom van, akkor el lehet kezdeni. És amit mondtam, ugye ez egy belső munka, de van, amikor kell hozzá külső segítség is. Ugye azt szoktuk mondani, hogy azokkal az eszközökkel, amikkel elrontottunk valamit, nagyon nehéz megjavítani, mert ugyanazokban a dolgokban ugyanaz az elakadásunk lesz. Tehát nem szégyen ilyenkor segítséget kérni, akár egészségügyit, tehát már biológiai szempontból egészségügyit, vagy egy mentális segítséget, mert egy külső személynek a rálátása, a szakmai rálátása nagyon sokat segíthet a felismerésben és a feldolgozásban, valamint az eszköz ajánlásban, hogy mikor, miben, mit érdemes tenni és változtatni, és hogyan. Esetleg sikeresebbek lehetünk akkor, hogyha közösen teszünk valakivel egy úgymond újévi fogadalmat, vagy vagyis hát ugye arról beszélgetünk, nyilván jobb, hogyha évközben elkezdjük, de sikeresebb lehet ilyen esetben akkor? Hát igen, mert nagyobb a motiváció. Tehát egymást tudjuk támogatni. Ugye ilyen folyamatban azért vannak hullámhegyek, hullámvölgyek. Tehát sok esetben a hullámvölgyekben jó, hogyha valaki egy kicsit megtámogat, egy kicsit lögdös, egy kis energiát ad, megfogja a kezemet és húz magával. Ugyanígy egyébként vissza is lehet húzni embereket, hogy ne viccelj már, hát most miért csinálod, meg egyáltalán van ennek értelme. Tehát oda-vissza tudnak működni ezek az energiák. Nyilván nagyon fontos az, hogy ha ezt többen fogadtuk, és többen kiállunk emellett a változási igény mellett, akkor igen, segítsük is egymást, mert nem mindig sikerül. Mondjuk legfőképpen például az egészség kapcsán, vagy valamilyen, bármilyen függőség kapcsán, és most nem akarok itt a függőségekbe belemenni, de ez sokféle lehet. Ott is kell sok esetben a segítség, és kell valami alternatív megoldás azokkal szemben, azokkal a történésekkel szemben, amelyek korábban korlátoztak, vagy amiben korábban nem tudtam tovább lépni. Akkor bizony még előttünk áll az egész év, és nem késő változtatni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál. Köszönöm én is a meghívást. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.